Hegesztő, gázszerelő, asztalos. Csak néhány szakma, amiknek a képviselői elfoglalták a Szekszárdi placot október elején. A szakemberek látványos és érdekes kiadványokkal, modern eszközökkel, bemutató darabokkal készültek a szakma arénára, az iparkamara rendezvényére. Sőt, több helyen ki is lehetett próbálni egy-két munkafolyamatot. Így volt ez az autófényező műhely standjánál is. A 12 éves török Patrik csillogó szemmel kóstolt bele a karosszéria lakatosok munkájába. Azt mondja, nagyon izgalmasnak találta a csiszolást és az eszközöket is. Még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a későbbiekben ebbe az irányba tanul tovább. A többi szakma ugyanis nem tetszett neki annyira, mint az autófényezés. Nagyon nehéz ez a csiszoló. Alig bírtam el. Igen? De érdekel? Nagyon érdekel ez engem. Igen, elképzelhető, hogy ezzel fogsz később foglalkozni? Igen. A Bonyhádról érkező Szőcs Lajos 50 éve fényezi, szépíti az autókat. Úgy látja, a cégek munkaerőhiánnyal küzdködnek. Először egy rozsdátlanítóval csináltuk, utána egy finom géppel, és a pisztolyban pedig víz van, hogy a levegővel próbáljanak fújkálni. Különböző papírokat hoztunk, finomságú papírokat, szemcsézetek, színkártyákat hoztunk, mérőpoharakat, tehát hogy érdeklődést felkeltsük neki. Mind a két szakma iránt, a fényezés és a karosszériánt is érdeklődik, de még a lányokat is érdekli. Vennénk tanulót, ha lenne. Jelenleg nincs képzés autófényezésben, és nagyon nagy gond az utánpótlásban. Tehát akik vannak, azt elszívta a Székesfehérvár, elvitte a Audi, elvitte a Kecskemét, Mercedes, úgyhogy szakember hiányba küzdködünk. Mi szükséges ez? Kézügyesség, kitartás, mi kell? Mindegyik, szorgalom, ez a legfontosabb. A fényezős az úgy van, hogy 2 év, de 2 év alatt ezt nem lehet megtanulni. Nagyon keveset vannak munkahelyen, gyakorlatin. Iskolába töltik a legtöbb időt, ezt mi megfordítanánk. Többet töltsenek gyakorlaton, kevesebbet munkahelyen, vagy a iskolában. Számos szakma képviselője mondta azt, hogy nagy szükség van az ilyen rendezvényekre, mint a szakma aréna, mert érdeklődés hiányában nem indulnak képzések, ha meg igen, kevés végzett fiatal marad a pályán. Erről mesélt a szintén Bonyhádról érkező központi fűtésszereléssel foglalkozó Takács Árpád. 31,6. Ennél a standnál azt is megtudhatták az érdeklődő diákok, milyen kamerát használ a probléma azonosításához egy gázszerelő. A cég ebben foglalkozik vízgázfűtéssel, klímával, csőrendszereknek az átvizsgálásával, tehát ezért vannak itt a kamerák, ezért van a hőkamera, tehát minden ezért van itt kipakolva, hogy ami olyan, amivel a cég foglalkozik, az mint megmutassuk a gyerekeknek. Tehát, hogy ezekkel foglalkozunk, hogy tudjanak választani. Nekünk azért panaszra nincs okunk, mert van elég sok tanulónk, de én úgy gondolom, hogy szakmunkásból is több kellene. Habár most valami elindult, mert többen jelezték, hogy hazajönnének már Németországból, meg Ausztriából, vagy belefáradtak, vagy hát a család. És hogyha már igen, így van, meg ha itthon megkeresi azt a pénzt, amit kint lassan, akkor haza fog jönni. Hála Istennek emeltünk mi is béreket, nem keveset, összeget nem mondanék, de annyit viszont tudok mondani, hogy nem jellemző az, hogy elmennek az emberek tőlünk. Takács Árpád azt mondja, a diákok nem a fizetés iránt érdeklődnek náluk a leginkább, hanem az eszközök és maga a szakma iránt. Igazából a gépek érdeklik őket, tehát elsősorban az, amelyik morog, forog, amin látják magukat, meg tudják nézni, mi van a zsebükbe. Tehát ez a kamera rendszer érdekli. A diákok tehát aktívan kivették a részüket a munkából a plac udvarán. Csiszoltak, hegesztettek, fűrészeltek és nagyon élvezték. Így volt ezzel Ambrus Lemente is, akit az autószerelőknél kaptunk mikrofon végre. Szerintem nagyon érdekes volt, hogy az elektromos autó pontosan mivel működik, honnan lehet tölteni, mennyivel megy, és milyen... Miket mutatott itt neked? Egy csomó autóalkatrészt. Több kiállítót megnéztetek itt már? Igen. Miket? A hegesztős szakmát, aminek pontosan nem tudom mi a neve. Meg még... Érdekes volt? Igen, nagyon, nagyon érdekes volt.
Az érdeklődő diákoknak mutatjuk be igazából, hogy milyen alkatrészek ezek, és hogy hogy működnek. Úgy tudom, mint az elektromos autókról is tartottatok előadást, és ezt érdekesnek tartották a diákok, ez így van? Hát igen, ez új technológia, és ez még igazából kiforratlan, de már vannak az utakon, megtaláljuk őket, és így mi is hoztunk egy pár olyan alkatrészt, ami igazából fontos és meghatározó alkatrésze ezeknek az elektromos autóknak. Jelen van. Úgyhogy nagyon meg kell becsülni a kollégákat, a szakembereket, mert nagyon nehéz munkaerőt találni sajnos. Én azt hallottam, hogy egyre képzettebb autószerelőket keresnek, és egyre komolyabb ez a szakma, ez tényleg így van? Igen. Hát a fejlett technológia sajnos ezt megköveteli, mert egyre több újdonság van ezeknél az autóknál, illetve egyre nagyobb teret nyer magának az elektromosság, ami sokkal nagyobb felkészültséget, illetve szakmai felkészültséget jelent. Igazából el kell végezni egy szakmát, egy autószerelő szakmát, és onnét el lehet, tovább lehet lépni egy technikumba, egy autószerelő technikumba. Onnan meg a felsőoktatása igazából a csúcs. Egy gépészmérnök, villanymérnök. Gépészmérnökin belül is lehet szakosodni mechatronikára, ami szerintem nagyon fontos. Én is jelenleg csinálom az egyetemet levelezőn, gépészmérnök, és el lehet indulni mechatronikán keresztül is. És ha elvégzed a gépészmérnökit, akkor továbbra is az autóipari szegmensen belül marad? Igen. Én mindenféleképpen autókkal szeretnék foglalkozni. Csak egy magasabb színvonalon. Cukrászat, orvos, atomerőmű, meg valami. És mit találtál érdekesnek ezek közül? A orvost. Az orvost, meg az autószerelés? Igen. Hát ezek közül nagyon nem érdekel egyik se. Én állatorvos szeretnék lenni. Állatorvos? Miért pont az? Hát szeretem az állatokat. A villanyszerelés kevésbé látványos, de annál fontosabb szakma. Ráadásul ezt is egyre kevesebben űzik, és még annál is kevesebben tanulják Tolna megyében, mondják az érintettek. Elég sok tanulónk van azért, az iskolában teljes létszámmal van a osztály, 29 fővel, ők egy évig nálunk vannak gyakorlaton. Utána osztódnak több felé, több céghez. Mennek el. Itt a diákok mennyire érdeklődtek a szakma iránt? Hogy mennyire komoly, ez később derül ki. Itt azért vannak nagyobb diákok, milyen kérdésekkel fordulnak önökhöz? Hát legtöbben inkább azok, akik már ismerik ezt valami módon családból, vagy ismerőségi körből a szakmát, és azok érdeklődnek inkább. Mit szoktak kérdezni? Több mindent. Kit ez érdekel, kit az. Mennyit lehet keresni? Azt, hogy mennyit dolgozunk, azt nem. Több diák áll sorba, hogy kipróbálhassa, milyen hegeszteni. Az oktató azt mondja, a szakmai napra több érdekességgel is készül. Ez egy argonvédőgázas ívhegesztés. Igazából wolfram elektródás védőgázzal történő hegesztés. Hát ez a nehezebbik fajta, ugye ez egy kétkezes hegesztés, egyikkel a pálcát, a másikkal ugye a pisztolyt tartjuk. Ez egy hosszabb idő alatt megtanulható folyamat. Igazából ez a négy fajta hegesztés közül ugye a legnehezebb, ezt szoktuk utoljára megtanítani. Kézügyességtől függ a tanulási folyamat. Én azt mondom, hogy gyakorlástól függ az egész. Minél többet gyakorol, annál hamarabb. Valaki megtanul két hét alatt, valakinek kell 2-3 hónap. Ez egy nagyon nagy hiány szakma. Én emlékszem, hogy 93-ban talán még én voltam az utolsó itt a helyi 505-ben, akkor még 505-nek hívták, mint szakmunkás tanuló, azóta 5-6 éve indította újra ugye a szakmát a suli. Hát azt mondom, hogy most egész jó, most van 64-5 ipari tanulónk nekünk, akik ugye mind az Adiból jöttek, az Adi iskolából. Egyre jobban próbálják ezt ugye az iskolák, hogy úgy mondjam, újra behozni a köztudatba, mint hegesztést.
Hát nehéz nekik. Van olyan fiú, aki tényleg nagyon érdekel, aki tényleg csinálja rendszeresen. Valamelyik pedig úgy van vele, hogy eljön egy évet, és átvált másik szakmára. Tehát úgy érzi, hogy nehéz neki. Nehéz neki, és utána itt maradnak, vagy sokan Maradnak. Hát amíg lehet, mi azt is ajánljuk nekik, hogy amíg lehet, egy 2-3 évig maradjanak Magyarországon. Pont azért, hogy ugye megtanulják azt, hogy milyen a hetelés, hogyha elmennek dolgozni, milyen az, hogy itthon 8 órába, 10 órába kell dolgozni, és utána ajánljuk a külföldet. Ugye a külföldön nagyon meg kell felelni. Az újraélesztést tanulják a diákok az egészségügyi dolgozóktól. Ezt is a készfertőtlenítést övezte a legnagyobb érdeklődés a tanulók részéről. Kicsit följebb rakod. Itt látszik egy kicsit, hogy kevésbé érte a fertőtlenítőszer. Az emberi test felépítése, a belső szervek, valamint a műtéti eljárások is több diákot vonzottak az egészségügyi szakdolgozói kamara standjához. A embernek a szervei hogy néznek ki belülről? Érdekes volt? Igen, nagyon. Mi volt a legjobban? Hát, nekem a szív tetszett legjobban. Én állatorvos szeretnék majd lenni, de amúgy minden érdekel, így az orvosság is, meg minden. Nagyon szeretem az állatokat, és mindig azon vagyok, hogy megmentsem őket, és akkor az úgy érdekel. Mi az, ami a legjobban érdekel téged itt a mai nap során? Ugyanúgy az orvoslás. Orvoslás és az egészségügy? Igen. Mi szeretnél lenni? Orvos. Próbáltunk a nagyon sokféle szakma közül azokat kiválasztani, amik érdekesek lehetnek. Így az alapápolási területből a kézfertőtlenítés úgy tapasztaltuk, hogy nagyon érdekli a gyermekeket, illetve a műtéti ellátásban az anatómia, különböző műtéti eszközök, hát és a elengedhetetlen az újraélesztés, az is vonzani szokta a diákokat, úgyhogy ezeket a területeket hoztuk ma ide. Én láttam itt egy kérdőívet is az asztalon, mi az pontosan? A kolléganőm készítette, Anna-Mari műtősnő kolléganőm, és a műtéti eszközökről egy kis teszt, hogy még játékosabbá tegye az ismerkedést a szakmával. Az egészségügy 17 szakmacsoportra tagozódik, és minden szakmacsoportban az alapokai és képesítéstől az egyetemi diplomáig megtalálhatók a fokozatok. Mi itt a szakdolgozókat képviseljük, tehát azokat, akik asszisztensek, ápolók dolgoznak a szakmában. Sajnos nem csak az ápoló szakmában, hanem egyre több területen hiány van már, szülésznőkből, műtősnőkből, tehát nagyon sok terület. Így, tehát mindegyiket tudjuk ajánlani a diákoknak. A szakgimnázium a legelső, de természetesen egy általános gimnáziumból is tovább lehet tanulni erre a területre. Van lehetőség a különböző okai és szakképesítéseket megszerezni, ennek két vagy több fokozata van, illetve ha valaki érez magában lendületet, akkor pedig egyenesen mehet az egyetemre, az egészségtudományi karokra is. De lehet szépen fokozatosan is haladni, tehát nagyon sok a lehetőség, át is lehet képződni, tehát itt mindenki megtervezheti a saját életét, mert mindenfajta lehetőség adott benne. Például ahhoz, hogy én egy ápolóvá váljak, hány év tanulás szükséges? Hát a szakgimnázium után egy év, ez a más szakmákban ezt a technikusi évnek szokták mondani, nálunk egy év képzéssel, akkor gyakorló ápolóvá válhat valaki, aztán egy 10 hónapos továbbképzéssel pedig ápoló lehet belőle, és utána még különböző szakterületekre lehet tagozódni, szakápolói végzettséget szerezni, ezek is egy éves képzések. Hát attól függ, hogy ki mit szeretne és meddig akar eljutni. A biológia az a legfontosabb. Hát ha valaki mondjuk egyetemre készül, akkor azért a kémia az is fontos. Ezek az alapok, de egyébként az ember szeretet, meg a segítségnyújtás készítése, ha ez bennünk van, akkor az bőven elég, mert a többin az átsegíti az embert. Na most figyelünk, most engedjük szépen lassan.
A cukrászat iránt is több tanuló érdeklődött és szívesen díszítette a süteményeket. Volt, aki azt mondta, könnyen elképzelhető, hogy a cukrászattal keresi majd a kenyerét felnőtt korában. Pályaválasztásában jelentősen befolyásolja az is, hogy egyik családtagja is ezt a szakmát űzi. Anyukám egy cukrász, és gondolom, és kipróbálom. Tetszik, hát én szívecskét és ilyen pöttyöket rá. Kreatív lehetek benne, és hogy elképzelésem szerint tudom megcsinálni a dolgokat. Azt gondoljuk, hogy minél előbb el kell kezdeni a pályorientációt. Most már 5-től 8-ig kinyitjuk az ollót, és az összes olyan diákot hívjuk, akit remélhetőleg a később a szakma világában fog elhelyezkedni. A Nemzetgazdasági Minisztérium az idei évig minden évben kiadta a megyére specifikus hiányszakmákat, és ezeket próbáljuk itt ezen a rendezvényen olyan Tolna megyei cégekkel bemutatni, akik tanulókat foglalkoztatnak. Tehát az a cég, például az Electrolit Kft., aki kijön ide és bemutatja a villanyszerelő szakmát, ő hozzá későbbiekben az itt megjelent diákok gyakorlatra tudnak menni. A családi vonatkozás minden esetben nagyon mérvadó, de hisztük azt, hogy egy jó szakma felér egy diplomával, és a későbbiekben ugyanígy el tudja tartani majd a családját. Ahogy látjuk, elég nagy érdeklődés van. Én szoktam mondani, hogy a diákok saját elhatározásából oda menjen azt a szakmát megnézni, ami neki tetszik. Nagyon sokan a hegesztő iránt érdeklődnek, ugye Tolna megyében elsőként ez a legnagyobb hiány szakma a hegesztő, ami, ha belegondolunk, a paksi atomerőmű építésével vonatkozóan nagyon-nagyon nagy szükség lesz rájuk. Az idei törvény, az előrelátható törvénymódosítás miatt meg fognak szűnni ezek a hiányszakmák, minden szakma hiányszakma lesz, ezáltal minden jövőre még talán nagyobbra tudjuk nyitni itt az ollót, és még több szakmát tudunk kihozni. A diákok, hogy tapasztalod, mi az, ami meghatározó, amikor kiválasztanak egy szakmát, azon kívül, hogy otthonról mit hoznak, mert itt hallhattuk, hogy akár a fizetés is befolyásolja őket. Igen, azt gondolom, hogy ez a generáció már egy kicsit határozottabb ebből a szempontból, látja a saját és a családja környezetéből, hogy milyen sokat számít a későbbi anyagi helyzet. Úgyhogy igen, ez nagyon meghatározó, az érdeklődési kör, a barátok. Én azt látom, hogy nagyon sokan az alapján döntenek, hogy a barátok hova mennek. Én el szoktam mondani, hogy a magyar állam minden diáknak kettő szakmát áll. Tehát minden diák, aki most a szakmába iratkozik, a következő 3 évben egy újabb szakmát tud kitanulni. Hát jelenleg itt 17 szakma van, és megfelelő számú kiállító. Elsősorban azokat a szakmákat választottuk ki, ahol vizuálisan be tudjuk mutatni a szakmákat, amire nagy az érdeklődés. Ma arra nem koncentráltunk, mint tavaly, hogy hiány szakmák legyenek, mert most minden szakma hiány. Elsősorban az építőipar továbbra is, mert még tart az építőipari láz, de most már a kereskedelem területén is van elég komoly hiány, és hát a feldolgozóiparban is. Tehát most elmondhatjuk, hogy aki akar dolgozni, az tud dolgozni. Mézes kalács díszeket, illetve mézes kalács formákat díszítenek fel, illetve marcipán virágokat, különböző figurákat készíthetnek. Hát nem is igazán tudják azok, akik jönnek most, hogy mit is jelent a cukrászszakma. Mit is jelent a cukrászszakma? Hogyan válik valaki cukrásszá? Még szükséges hozzá? Mindenképp kell kreativitás, kézügyesség és hát elkötelezettség. Szerintem tanulni ezt holdi kell, tehát nagyon sohasem lehet abba hagyni tulajdonképpen, mindig lehet továbbképzésekre járni, és kell is. És jók a versenyek, igen. Igen, ott is sokat lehet fejlődni. Hány évig kell tanulni? 3-4 évig, attól függ, hogy milyen iskolát választ valaki pontosan. Utána könnyű megtartani a diákokat, vagy van, aki kipróbálja magát külföldön? Hát ezt igazából nem nagyon tudom megmondani. Megtartani azért nem könnyű, mert sajnos a hétvégi munka miatt sokszor feladják a diákok a további, tehát hogy ezzel a területen dolgozanak. Hát egy tortát
Nyilván attól függ, hogy mennyire bonyolult egy torta, de van, amelyiket néhány percet is össze lehet rakni, tehát nem annyira nehéz igaziból. De ez a tortát mennyire készített? Ez körülbelül 10 perc alatt készült el itt az előbb. Igen. Ez gyors volt. De mondjuk egy esküvői torta, mondjuk egy több emeletes. Azért az sok-sok munka. Nyilván előtte ki kell találni, hogy pontosan hogyan álljon össze, ezt el kell agyban is készíteni, és aztán utána ez több órás munka. Nagyon, nagyon kemény munkát jelent. Hosszú sor állt a fodrászok, kozmetikusok standja előtt is. Leginkább a lányokat érdekelték a hajfonás és a sminkelés legújabb trendjei. Begöndölítik a haját, meg befújják ilyen hajlakkal. Érdekel téged ez a szakma? Igen. Melyik inkább, a kozmetikus vagy a fodrász? Fodrász meg, de kettő. A mi standunk a szépészetről, a fodrászról és a kozmetikáról szól igazából, és a csajok nézik a sminkeket, a fodrászcuccokat, póthajakat, színes hajakat, és ezeket próbáljuk bemutatni, hogy úgy nagyjából mit is csinálunk, mi az, amivel mi dolgozunk. Ami leginkább, az ugye a csajoknak a smink, tehát az minden lány már kiskora óta, úgyhogy az megy a legjobban, meg hát ugye hajat fonnunk nekik is, most volt olyan, hogy modelleken, meg ők egymásnak, és akkor ezt így tudják gyakorolni, vagy belekóstolni egy kicsit, hogy milyen. A nagy elhatározás. Aztán az érettségi az mindenképpen a kozmetikushoz, fodrászhoz is, és utána pedig egy szakiskolában ugye az a 2-3 év, nekünk 3 éves volt, de most már azt hiszem vissza is rakták 2 évesre, úgyhogy mi 3 évig tanultuk a szakmát, és akkor utána bizonyítvány, aztán akkor lehet kezdeni dolgozni. Azért szükséges hozzá egy állóképesség, illetve kézügyesség, nem? Hát minden tanulható, viszont hogyha van valakinek érzéke hozzá, akkor az azért sokat segít. Az is biztos, hogy nagyon-nagyon sok kitartás kell, és nagyon oda kell tenni magunkat. Az ember szeretet is kell, mert egész nap beszélgettek azért a vendégekkel. Így van. Nagyon fontos az, hogy szeressük, meg ugye szeressünk velük foglalkozni. Én például az egészségügyiben kezdtem, viszont én tudtam azt, hogy nem a beteg részével szeretnék, hanem az, amikor jön és megszépül és örül, hogy kész van. Tehát én azt a részét szeretem jobban, hogy örömet okozzak így. A varrónők a tanulók által elkészített ruhákkal érkeztek a szakmai napra, és aki szerette volna, ki is próbálhatta a varrógépet. Mennyire nehéz ezt csinálni? Kicsit, de nem nagyon. Érdekel téged ez a szakma? Igen. Igen? Miért? Hát, nálunk a családban is van egy ember. A varrónők a női szabó szakmát szeretnék népszerűsíteni. Attól tartanak ugyanis, hogy lassan kihal ez a szakma is. Jelenleg ugyanis, ha valaki szeretne, akkor sem tudna hol varrónőnek tanulni. Most azért lobbiznak, hogy újrainduljon a képzés. Másodszor rendezett szakma arénát a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara. Mindezt azzal a céllal tették, hogy felkeltsék a pályaválasztás előtt álló diákok érdeklődését a szakmák iránt. Én úgy látom, hogy gyakorlatilag megváltozott az eddig irány. Általában a fiatalok gimnázium felé tendáltak, most meg úgy látják, hogy a szakmának van jövője, a szakmába lehet keresni, és megpróbálnak elhelyezkedni ezen a területen. Ez új. Tavaly már többen jelentkeztek szakmára, mint gimnáziumban.